Szevasztok, szevasztok! Itt vagyunk, Dobhaj Nagyker. Hajat is milyen? Doktor úr. Doktor úr a helyszínen. És doktor úr most aláírja nekünk, képzeljétek el ezt a kis ívet, és akkor megint majd azt szoktuk csak csinálni, hogy az aláírásodat veszem, nehogy visszaéljenek, ha valaki. Igen, hát tudod, sosem nem tudod. Mit tudom én már? Ebben a világban már nem lehet tudni. Ott az aláírás a végén. Igen. És ez a nevem, ugye? Igen, igen, meg a személyszámod. Na, közben elmondanám a kedveseknek, hogy haladunk. Elméletileg holnap már lesz printnyomásos újságban is a kezdeményezésről, valamint az online felületek is eléggé fölcsúcsosodni láttadnak. Igen. Úgyhogy a Laci nagyon készséges volt, mert most hívtuk, és mondta, hogy ő most pont benn van Újlipóciában, úgyhogy be tudunk ide hozzászaladni. Ne bántsák a kis kutyákat. Igen. Hát de tudod, hát ez nagyon-nagyon fontos dolog. Hát neked is van. Ó, nekem van. Bár néha elgondolkozom az altatáson. Mert az én kutyám az mániákusan a falra szarik. Komolyan? Nem, persze, ilyen pszichés problémák. Hát az öregebb a Sanyi, nagyon kemény kutyáim vannak. Tehát így az állatvédőknek akkor mondám, az én állatfelhozatom. Két úszkár, ebből az egyik Sanyi, erősen túlórás, 16-17 éves, fehér-fekete keverék volt, már ilyen szürke, tök süket és szürke hájok. De azzal együtt még nagyon mozgékony, mert nekünk minden kutyánk sokáig él, mert a szeretetteli légkörben. Persze, ez nagyon sokat szeretem. Az új szerzemény, az egy, na szintén úszkár, anyám úszkár, anyám volt, születésnapjára kaptam, mert én vittem el a Tomit, aki a Magyarország rémálma lemezen volt, őt én vittem el elaltatni, mert, hát mert olyan volt, hogy 19 éves volt a kutya, és még eljárt csajozni. De olyan volt, hogy kiszökött, elment, és a Váci úton szedték össze, Vác felé mászkált. Na jó, de a vér az ott volt. Ott volt, hideg a fej és rossz a vér. És akkor úgy volt nála szegénynél, hogy elment egy ilyen utolsó nagy csajozás, és beesett egy árokba. És ott össze tiszta bogáncs, és már öreg volt. Na mindegy, ez egy szomorú történet volt, de egyébként egy nagy tanítás volt a búcsú pillanata, meg minden. És elaludt a drágám, és akkor anyámnak kellett egy új úszkár, és ő lett Robi. Na Robi, az viszont a neveket ilyen... honnan? Tehát, hogy hát ez az apám. Ja, jó. A Sanyi a Sani volt, a Santino Corleone után, egyszerű Paras Sanyi. Paras Sanyi, érted? És a Robi, az pedig, hát ő, nem tudom mi lett Robi, de valószínűleg nem a szikora után. De reméljük, az a lényeg, azóta, hogy folyamatosan nyomja, hogy szeretek, és meg nem is. Olyan a kutya, ez egy ilyen csúcstenyésztés, tehát igen, mi nem vagyunk el, sajnos ezt bevallom őszintén, hogy nem vagyunk a állatmenhelyről hazahozók, hanem valami így alakult. Na, de ez a kutya tényleg olyan, hogy a fazon, a fehér agyar, tudom én. Hát és az egész, tehát ez tényleg nem volt olcsó, de hát olyan természete van, hogy ezt ne tudd meg, tehát a lányomba szerelmes, belém is, minden kutyát megtámad, úszkár. Ő nem, tehát ő nem írhatna ezt alá, mert a madarat röptébe kapja el. És büszkén rázza nekem, és mondom neki, tehát őből, akkor van három macskánk, Ali, acélkék brit macska, 13 kilós, akkor van egy viszkasz macskánk, az a Brad Pitt macskának a fia, ő Elek. Ő olyan macska, akit igazából más bezárna a házba, nálunk mindenfele mász kell. És van egy kuka macskánk, a Szofi, és van egy gekó. Van mentett kutya, vagy macskátok, ha van kuka egy, macskán, igen. Látod. És azt a húgom, ahova jár intézetben, onnan hozta el anyám, mert így mondta, láttam, egy fekete macskát hívta a lányomat haza, hozzam, és anyá, lányom persze, igen, mama hozzad, így jött az. És akkor a lányomnak vettünk egy gekkót születésnapjára, akit hazavitt, de az anya úgy iszonyolott a tücsköttől, hogy vissza kellett hozzánk költöztetni, tehát Kamilla gekkó is nálunk lakik. Kamillát, a gekkót meg akarja enni az összes állat, aki még lakik a házban, és tehát a Robi meg a macskákon követel folyamatosan erőszakot. Tehát, hogy, és én pedig, még azt nem tudom, hogy én börtönbe kerülök-e. Na miért? Mert én tücskökért járok az állatkereskedésbe, és mindig úgy szoktam bevenni, hogy
hol vannak a halálra ítéltek. És akkor így néznek engem az állatkereskő, hogy maga szemét áll. De hát most így, hát ha így van, ez hát nyilván. Ez egy két négy lábójáró proteinbár. Hát de eszik is a tücsköket, ezt tudod? A gekkó. Nem csak a gekkó, emberek is, de sütik. Sütik ide mit így az az édesanyád neve. Anyukámat, igen, a Pityinger Lászlóné. Ez az. Kövesdi Hedvig. Úgy kell alá, igen. Lánykori. De na hát akkor ti is tele vagytok állatokkal. Tele, meg nekem nagyon sok barátom van, például a barátaim, tudom a pitbull nagy kultusz, és ott van a harcoltatás is, meg minden, de például nekem van a barátom, akik ezeket a súlyhúzó pitbull versenyeket csinálták, meg minden, hogy ugye nem jó a verekedés, és hogy az helyett. Mondjuk a legutóbbi interkurzusom az volt egy pitbullal, hogy a Robival sétáltam, és néztem, hogy a kutyámmal nézgatottan rohangál körülöttem, és mondom, mi baj? És egyszer csak látom egy ilyen dinoszaurusz külsejt, és áldogat, mondom az anyát, picsáját, felvettem a kicsit, tudod? Reflex? Ilyen intelligensen kértem, hogy menjen, légy szíves, jó? És akkor rám, jó, elment. Tehát, hogy lehet a pitbullokkal is bánni arról. Hogyne? Aláírtam. Ding, ding, ding. Nem nagyon kívánok börtönt senkinek, meg az ellenségemnek se, de a gyeng... Tehát ha van egy nagy mondás különben, a gyengét bántani szégyen, az erősebbel szembenézni kihívás, és magunkon győzelmet alakítani, alatni az a világ megváltása. Most ugye a kutya az minden esetben a gyengét fél, mert nincs vele tisztában, hogy agyon is haraphatna igazából, igen, és ezért nem szabad őt bántani. Mert az a saját minőségtelenségünket tükrözi. Köszönöm. Ez volt a végszó, azt hiszem. Köszönjük. Szevasztok, jövünk még. Csók, csók.